Egri csillagok, Kárpáti Zoltán, Pogány Madonna. Csak néhány film azok közül, amelyekben főszerepet játszott Kovács István. Az Egri csillagok Bornemisza Gergelyéről a nézők sokáig azt gondolták, hogy a valóságban is Vencel Verával alkot egy párt, de ez természetesen csak a filmvásznon volt így. A színművész felesége Sajgál Erika, akivel a 90-es években egy szavalóesten ismerkedtek meg. A Bencsvillában a színművésznő elmondta, hogyan lett balettáncosból színész, mesélt Vígszínházi és Nemzeti Színházbeli szerepeiről, valamint azt is elmondta, hogy nagyon szereti a szubret szerepeket, így rögtönzött is egy pár másodperces jelenetet a Villa lépcsőjén. A művész pár évek óta visszatért Nyíregyházára, ahol néhány napot most pihenéssel is eltöltenek. A nyári tervek munkával pihenünk, az nagyon jó. Egy művészember azt szereti az ilyet, úgyhogy én a 201. randi című második évadot forgatom, és nekem ez ilyen napi penzum most, úgyhogy épp szökésben vagyok onnan, és akkor csütörtökön már újra kezdek dolgozni. Úgyhogy a Viaszat 3-on biztosan sokan látták, vagy legalábbis azt remélem, nekem ez az Olga szerep az egy az Jóisten küldte kedves szerepem, és az első évad már lement, az első 60 epizód, és most következik szeptembertől a következő 60. Kovács István a találkozón sokat beszélt arról, hogy mennyire fontos számára az 51 évvel ezelőtt készült Egri csillagok, amelyet egykori osztályfőnöke Várkonyi Zoltán rendezett. A produkció ikonfilmé vált nem véletlenül. Ezt megelőzően nem igen látott a magyarországi közönség történelmi filmeket. És tehát a 60-as évek elején indult egy ilyen olvadás, nevezzük így. És ennek a folyamatnak a legjobb pillanatában szerintem készült az Egri csillagok, és hogy miért volt ennek akkora sikere túl azon, hogy maga a film semmihez nem fogható, olyan a kornak megfelelően, olyan technikai felkészültséggel készült, ami addig nem volt. Mert ez a regény az, amit megmerem kockáztatni, hogy minden magyar gyerek, ha akart, ha nem, elolvasott. Én nem találkoztam még olyan gyerekkel, pedig hát elég ennek kapcsán rengeteg élményem van, aki ne olvasta volna. A film sikerét az is mutatja, hogy elkészülte után 27 ezer rajongói levelet kapott a művész, melyeket a testvérei válaszoltak meg. A beszélgetésen a két színművész felidézett számos színházi történetet többek között Páger Antalról és Besenyei Ferencről, közös szerepeikről, és elmondták gondolataikat a színház feladatáról is.